20 évvel ezelőtt volt az első települési, testvértelepülési találkozó. Igazából az ötletgazda az Páli László volt, aki akkor alpolgármesteri pozícióban volt a faluba, és voltak érdekeltségei Székelyudvarhely mellett Székely-Szentkirályon. Az ő felvetésére kezdtük el szervezni ezt a találkozót. Ugye kellett fogadókészségű családokat találni, akikhez lehetett vendégeket hívni, illetve tőlük is olyanokat, akik örömmel vágtak ebbe bele. Hát a 20 évveli ezelőtti találkozó, érkeztek ide az udvarunkba látható fenyők, amiket a Hargitáról hoztak, és hát látszik, hogy sudárfenyőként nőttek már azóta. De ezeken a fákon is tudjuk mérni az idő múlását, illetve a gyerekeken, mert ugye vannak, akik azóta születtek, vagy van, akivel akkor volt az első alkalommal, amikor jöttek terhes az édesanyja, és azóta már ugye felnőtt lányá cseperedett. Ami az alapkoncepció volt, hogy mi nem azt szerettük volna, hogy polgármesterek, képviselőtestületek egymáshoz ellátogatnak, beszélgetnek, hazajönnek, hanem egy élő kapcsolatot szerettünk volna. És ezért a faluban élő családok fogadnak onnan családokat, illetve amikor mi megyünk ki, akkor ők fogadnak bennünket. Így azért egy 20 év alatt egy nagyon mély baráti kapcsolat alakult ki, ami nem csak a találkozókra korlátozódik, hanem a családok meglátogatják egymást egyébként is, meghívják egymást lakodalomba, esküvőre, ballagásra, szóval egy tényleg élő kapcsolat, ami az alapcél volt, ez létrejött. Amiben egy kicsit ez a mostani más, mint az eddigiek voltak, hogy sikerült pályázati forrást nyernünk hozzá, és ezért egy kicsit komolyabb rendezvényt tudtunk tartani. Ami még egy másik fontos eleme a kapcsolatnak, hogy igyekszünk azzal segíteni a másik településen élőket, ami nekünk van. Ez azt jelenti, hogy ők általában faragott dolgokat hoznak nekünk. A kápolna kert elején a székelykaput ők készítették, ők hozták. Másik a kopjafánk, amit a háborús hősök emlékére állítottunk. Ezen fel vannak tüntetve 48-tól a II. Világháborúig azok a hősök, akik kisrécseiek voltak és életüket adták a hazáért. Illetve a mostani ajándék, amit hoztak, az egy kereszt, amit jelképes összegért 100 forintért fogunk megvenni, ugyanis mondták, hogy ez bal szerencsét hoz, hogyha átadják a keresztjüket nekünk, úgyhogy ezzel a 100 forinttal fogjuk áthidalni ezt a kis epizódot. Mi pedig minden alkalommal a fiatalság fejlesztésére igyekszünk gondot fordítani. Fejlesztő játékokat vittünk az óvodába, illetve fejlesztő könyveket, szakkönyveket, magyar nyelvű szakkönyveket, valamint az iskolába, illetve más sítalpakat is kaptak, ugye arrafelé egy kicsit gyakoribb a hóesés, és igyekszünk mindenféle olyan dolgot adni, amivel ők is a magyarság tudatot, a magyarságukat jobban tudják fejleszteni. Jelen pillanatban pedig a találkozónak egy olyan része van, amikor a saját hagyományaikat mutatják meg nekünk. Székely-Szentkirályra jellemző a csipkeverés. Ezt azért tanították meg régen a lányoknak, hogy legyen egy olyan pénzkereseti lehetőség a kezükben, amivel komolyabb összeget tudnak keresni, és nem lesznek kiszolgáltatottak. Illetve fafaragást lehet még látni, akik készítették ezeket a gyönyörű dolgokat, amik a falunkban megtekinthetők, ők hozták el, illetve bútorfestés és hímzés került bemutatásra, és a testvértelepülési találkozóról egy kis bemutató van a színpadon. Jó hangulatban zajlik a találkozónak ezen programja, Bográcsban készülnek az ételek, a kemencébe sül a tökipompos, és hát igyekszünk, hogy minél jobban sikerüljön ez a mai napunk is.